Köszöntöm nézőinket! Önök a Szerda estét a Sopron TV heti rendszerességgel jelentkező magazinját látják. Tartsanak velünk! Nézzük mai témáinkat! Műhely. A helyiek és a városunkba látogatók körében is népszerű a Macskakő Gyermekmúzeum. Hölgyválasz. Folytatjuk a múlt héten elkezdett témát. Nyári divat. Mit viseljünk, ha támad a hőség? A hét témája. Különleges program a hétvégére. A hagyományos kelta ünnepről beszélgetünk a szervezőkkel. A Macskakő Gyermekmúzeum nagyon népszerű a látogatók körében, de a szakma is felfigyelt az intézményre, amely néhány év alatt több elismerést is kapott. A tárlaton a gyermekek napirendjéhez, így többek között az alváshoz, tisztálkodáshoz, öltözködéshez köthető egykor használt tárgyak jelennek meg. Ki volt már itt a Macskakő? Gyerekzsivajtól hangos, élettel teli Sopron egykori patinás épülete az Eggenberg ház. A Soproni Múzeum élményközpontú közösségi tere egy belvárosi palotában működik. A Macskakőben az utcafronton kapott helyet a Gyermekmúzeum kiállító tere, az udvarra nyíló épületrészben pedig egy múzeumpedagógiai foglalkoztató helység. Egyre több foglalkozást szerveztünk gyerekeknek az évek folyamán, de ez nem volt semmilyen olyan helyünk, ahova őket igazán jól el tudtuk volna helyezni. Ezek a kiállításokban zajlottak javarészt, és egyébként részben még most is zajlanak, azért nem mindig optimális feltételek között. Részben a gyerekeknek nem optimális, részben pedig a műtárgyaknak nem optimális, hogy ezek a két dolog találkozik. Nagyon jó, hogyha van erre egy külön tér, ami egyébként aztán nem csak gyerekek foglalkoztatására alkalmas, hanem kisebb, nagyobb előadásokat, rendezvényeket le lehet bonyolítani, esetleg kis kamara kiállításokat is létre lehet benne hozni. Ez volt az ötlet, és aztán ehhez kellett egy megfelelő hely, amit Sopron önkormányzata biztosított számunkra, azzal, hogy a kormány csírájában megfogalmazott az a gondolat is, hogy ne csak egy gyermek foglalkoztatót, hanem egy gyerekeknek szóló múzeumi egységet, vagy múzeumi részt is létrehozzunk, és ezt a kettőt nagyon jól így össze tudtuk kapcsolni egy épületen belül Sopronban, az Eggenberg házban. A Soproni Múzeum régi álma vált valóra az új projekttel, amelyet 9,5 millió forintos Európai Uniós és kormányzati támogatásból valósított meg. A múzeumok és levéltárak iskola barát fejlesztése és oktatási képzési szerepének infrastruktúrális erősítése című pályázat új kaput nyitott a fiatalabb közönség felé. Két típusú pályázatból valósult meg, az egyik az Emberi Erőforrások Minisztériumából jött, a másik pedig egy TIOP pályázat volt, egy Európai Uniós forrás, amely nagyjából azt a célt fogalmazta meg, hogy tudjuk a gyerekeket az iskolán kívül foglalkoztatni, mert valóban nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy ők ott megkapják azokat az alapismereteket és alap, hogy úgy olyan szolgáltatásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sikerrel tovább tanuljanak, ahhoz, hogy a személyiségük kiteljesedjen, ahhoz, hogy tulajdonképpen jól érezzék magukat, mert ez is nagyon fontos. Ahhoz kellenek olyan külső szinterek is, amelyek között ott van a múzeum, és egyre inkább ott van a múzeum. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek. Olyan tárgyakkal, olyan környezetbe kerüljenek, ami az esztétikai élményüket, vagy érzéküket fejleszti, ahol nyilvánvalóan megismerkednek a történelemmel, de a saját hétköznapjaik történelmére gondolok itt most elsősorban, tehát a kisgyerekeket leginkább a saját környezetük történelmével lehet megfogni, és ez volt a cél itt, hogy ebbe bevezessük őket. És mondom, nem utolsó sorban, az, hogy érezzék jól magukat, ne úgy jöjjenek ide be, mint hogyha egy iskolai órának a kiterjesztése lenne, vagy itt új helyszínen folytatódna az iskolai órán, teljesen más foglalkozások, teljesen más körülmények várják őket, mint az iskolában, amit persze nagyon jó, hogy ott is várja őket valami. A műtárgyakat rövid leírások, érdekességeket felvillantó szövegek kísérik. A Macskakő különlegessége, hogy a tematikusan elrendezett tárlók mögött egy belső interaktív tér nyílik meg, ahová be lehet bújni, ahol a kicsik érzékszerveiknek megmozgatásával és játékos feladatok segítségével játszva tanulhatnak a kiállító térben. Lakomázhatnak egy ókori ebédlőasztalnál, múlt századi játékokkal játszhatnak, de beülhetnek egy 100 éves iskolapadba is, vagy kipróbálhatják, hogyan öltözködött hajdan egy velük egykorú gyermek. A Macskakő Gyermekmúzeum, a Soproni Múzeumnak ez egyik fontos telephelye, amely közösségi tér is egyben, egy agóra, amely befogadó, és itt a soproniaknak, vagy a Sopron környékieknek igyekszik egy olyan kulturális tere lenni,
ahol termet lehet bérelni, lehet csoportokat fogadni. Természetesen a múzeum az ideérkező kiállításban a múzeummal is ismerkedni szándékozó legkülönbözőbb életkorú gyerekeknek és felnőtteknek, fiataloknak, kamaszoknak kínál érdekes foglalkozási programokat mindenféle témában, de igyekszik a helyi programokhoz is mindig kapcsolódni, és a város vérkeringésébe, kulturális vérkeringésében részt venni. A tárlaton a gyermekek napirendjéhez, így többek között az alváshoz, tisztálkodáshoz, öltözködéshez köthető egykor használt tárgyak jelennek meg. Ezek a múzeum különböző gyűjteményeiből származnak, és hagyományosan tárlókban kapnak helyet. A római kortól kezdve napjainkig. Egy ilyen múzeumpedagógiai órán, aki még nem járt nálunk, az egy kincskereső játékban felfedezi az egész múzeumot. Ezt a picike kis kicsi múzeumot, amely Eggenberg hercegnőnek a kincses tára volt, az ő palotája, és ezeket a kincseket, amiket mi ugye a múzeumban műtárgyaknak nevezünk, ezeket képek formájában a kezükbe kapják, és akkor bejárják a kincsestárat, és megkeresik, hogy melyik az ő tárgyuk, és miről mesél. Arról is beszélgetünk, hogy ezek a tárgyak, ezek arról hordoznak történetet, hogy éltek régen a gyerekek, a felnőttek, és hát ez a profilunk itt a Macskakő Gyerek Múzeumban, hogy úgy hozzuk közel a tárgyakat, mert a múzeum a tárgyakat mesélteti tulajdonképpen, hogy helyzetbe hozza. Tehát nálunk az egyik különlegesség, hogy a régi tárgyak mellett ott vannak a mai tárgyak, például egy Converse tornacipő, vagy pedig egy mai szilikon karóra, vagy egy olyan szilikon kulacs, amit mindenki használhat, és mindenki ismer, és ez ennek a lényege, hogy a régi aranyozott tányér mellett ott lássa a Hello Kitty-s tányért például, és össze tudja hasonlítani, hogy anyagában, színében, formájában, mintázatában mi az, ami változott az idők során, lehet, hogy 2000 év alatt annyi minden változott, hogy ez, erről így érdemes beszélgetni, meg hát ott van maga a tárgy és a kép, ami magát mesélteti. A szakemberek szerint a felnőttek és a gyerekek tárgykultúrája sokszor nagyon szegényes. Míg óvodás korban még intenzív kapcsolatban állnak a tárgyi világgal, folyamatosan figyelik, tapogatják, értelmezik a körülöttük lévő tárgyakat. Ez a kapcsolat az iskolás időszakra elszegényedik, sokkal fontosabbá válnak a kommunikáció verbális és különösen az írásos formái. A múzeum látogatóit pont a tárgyak közelsége ragadja meg. Én egy ilyen rózsaszín hosszú ruhát vettem fel, nekem nagyon tetszett, mert mostanában nem ilyen ruhákat hordunk, hanem másokat. És jó volt, hogy meg felpróbálhatjuk, hogy milyen volt régebben a ruhák. Régiségeket néztünk a római korból, és lehetett öltözködni is, és a fiúk kardot kaptak, és tudtunk játszani régiségekkel, és kaptunk egy képet, és azokat fel kellett kutatni, hogy az milyen tárgy. Voltak ilyen végig tányérok, nekem azok tetszettek. Ilyen, gondoltam az egyike, hogy nagyon nehéz volt, mert ilyen vasból, vagy nem tudom miből volt. Érdekes bált tartottunk, ami nagyon régen volt, meg ilyen nagyon régi dolgokat láthatunk. A Macskakő Gyermekmúzeum nagyon népszerű a látogatók körében, de a szakma is felfigyelt az intézményre, amely néhány év alatt több elismerést is kapott. A múzeum pedagógiai nívódíjunk az első, amelyet 2017-ben kaptunk, és 2018-ban pedig az év kiállítása díjat kaptuk meg. A múzeum nem csak a soproniak előtt áll nyitva, szívesen fogadják a városba osztálykirándulásra érkező diákokat is. A belvárosi séták mellett a Macskakő Gyermekmúzeum tartalmas kikapcsolódást nyújt a gyerekeknek.